Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrás. Én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arról fog beszélni, hogy egy kisebb pánik alakult ki a Binance US-en, ugyanis ott történt egy úgymond flash crash a Bitcoinban, ami annyit tesz, hogy beszakadt egy pillanatra a Bitcoin, 65 ezerről nagyjából egészen 8 ezer dollára, de ez ne keressétek a többi váltón, csak a Binance US-en van, de mindjárt beszélek róla, vagy ott történt. Aztán a második hír arról szól, hogy a Walmart az Egyesült Államokban 200 bitcoin ATM automatát üzemel be, és 8000-et szeretne összesen, tehát azért ez is egy igencsak nagy szám, ezzel is népszerűsítik ugye a kriptót. A harmadik hír pedig arról szól, hogy bizony már egyre több nyugdíjalap is azon gondolkozik, hogy kriptót vásároljon, például a Houstoni tűzoltók nyugdíj alapja 25 millió dollár összegben már fektetett bitcoinba és ethereumba. Tehát ezekről lesz szó a mai videóban, és jönnek majd a végén a kérdések, amiket titetek föl, és azokra a válaszok részemről. Szóval, vágjunk bele! Aki pedig még nincs itt, de tényleg szeretne mindig napra kész lenni, a legfrissebb híreket tudni a kriptovaluták és a blokklánc világából, akkor tessék! Blockchain Bloom Hungary, ez bizony az edukációról is arról szól, hogy naprakészen tartsanak benneteket, ugyanis minden hétköznap, mint látjátok, hozom a legfrissebb híreket de nem csak a szallagcímeket, hanem el is magyarázom őket, tudtok itt a videóban ugye tőlem kérdezni, tehát kérdéseket feltenni, azokra a végén válaszolok, megnézzük mindig a, a kisebb csárteremzés is van. Tehát egy nagyon komplex csomagot kaptok minden nap nagyjából egy olyan félórás hozban. És ahhoz, hogy ezt tudjátok fogyasztani, és mindig időben elérkezzen hozzátok, nem kell más tenni, csak feliratkozni erre a YouTube csatornára, annyi a teendőt, hogy feliratkozogom, csengetjük összes, és már is az értesítés. Ha pedig tetszik ez a tartalom, és amit csinálok nap, mint nap nektek, akkor jöhet a like, ezzel segíthet azt is, hogy még több emberhez eljusson ez a videó, és ha már én csinálom nektek, ti meg segítsetek abban, hogy a másokhoz is még eljusson, akik szeretne, szeretnének ilyen tartalmakat fogyasztani. A Patreon csoportban ne felejtsétek el, hogy ma is teszek föl kettő videót, ez azt jelenti, hogy fölteszem a heti elemzést, és fölkerül egy oktató videó is, Szóval tovább bővülnek ott a videók, amik már nem tudom, tényleg már szerintem majdnem 80 videó van fent, ami azt jelenti, hogy altcoin videók, oktató videók, beszélgetések, különböző kriptó szakértőkkel kérdezfelelek velük, ugye a Discord csoporthoz tudsz csatlakozni, tőlem tudsz ugye minden nap kérdezni, hogyha valaki azt tudja fordulni, és ugye a VIP csomag az, amiben mindent elérsz, tehát aki tényleg komolyan érdekel a kriptó, és szeretné az előbb említett dolgokat magyarul fogyasztani, akkor még van egy ö, újabb lehetőség, amivel ö, ugye tudsz sáfárkodni, és még vannak természetesen az általam készített kurzusok, szintén magyar nyelven. A linkek itt vannak a videó alatt, nézzétek át, mi az, ami számotokra hasznos. Én ezeket azért csinálom, hogy ti egyre jobban képbe legyetek, és azt ki tudjátok választani, amire nektek a legnagyobb szükség van. A lényeg, hogy a repertoár minél nagyobb legyen, nektek minél nagyobb lehessen a választékodok. És akkor jöhet már is a piaci áttekintés, ami azt mutatja, hogy a bitcoin 63.102 dolláron van. Ez egy 4,4%-os esés jelen pillanatban. Az Ethereum 4,14-et esett, 4.107 dolláron jelenleg. Ha megnézzük a nyerteseket, mert hát hogy vannak, Torchain megy 18%-ot, OKB 16-ot, míg Leo 7%-kal a harmadik a top 100-ban. És amennyiben pedig megnézzük a veszteseket, akkor látjuk, hogy 6% stax, aztán 5% OMG Network és Litecoin, szintén 5%-ot, közel 6-ot mondjuk, de annyit esett az elmúlt 24 órában. Tehát lehet látni, hogy a mai nap ez olyan, hogy egy kicsit a Bitcoin behúzta a féket, nem zuhan, picit esik, oldalaz, és ugye akkor most a, a valami még megy, valami kicsit visszaved, de semmi nagy dolog nem történt. Ugye a mai ö, heti elemzésben ö, részletes több mindenre is ki fogok térni, blokklánc adatokra, de itt gyorsan nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez a ö, gyertyacsárt. Én beúztam ide ezt a trendvonalat, ami úgymond egy kicsit így megtámasztja, támaszként szolgál. Látjátok, hogy egész jól tartotta, már innen indítottam, ugye október legelejétől igazából. És most is, hogyha megnézitek, lejött ide és bizony pont a vonalon fordult. Én ezt figyelném, hogyha ezt átszakítja, akkor talán a következő pont lehet, azon kívül, hogy itt a 60 elején is vannak ugye, egy support szint, de itt az 58 ezer x ha megnézzétek, akkor lehet látni, hogy ugye itt többször volt ebben a ezen a szinten forduló. Tehát az lehet egy olyan, ahonnan visszajött, ha mondjuk azért ászakítanak, akkor még tovább is megy. De ez még mindig tök jó, mert még mindig bikásak lennénk. És hát azért ne felejtsük el, hogy folyamatosan megyünk föl október első óta, tehát most már 22 napja, ha úgy tetszik. És persze még bőven benne van, hogy, hogy mehet fölfele, de előbb-utóbb én azért egy korrekciót majd természetesen várok. Nem feltétlenül gigászi korrekcióról beszélek itt, de azért egy olyanról, amit, ami, ami egyébként nyilván jó lehet most. Én egyenlőre azt mondom, hogy hogy itt, nézzük ezt a, vonalat. Ugye ez egy, emelkedő ég, ami egy idő után átfordulhat, mondjuk egy lefordulhat ez, de utána meg természetesen, ha a különböző támaszpontok megtartják, megtámaszkodva rajtuk, elindulhat. Na de akkor vágjunk is bele a hírek tömkerekébe, és jöjjön az első, amiről, ami erről a bizonyos flash crashről szól, mindegy nagy zuhanásról, hirtelen zuhanásról, nagyjából így lehetne mondani, szóval az jön. Aki ugye a Binance US-en kereskedett, az felfigyelhetett erre az eseményre. Minket ez nyilván nem érint, hiszen mi a normál Binance-en vagyunk, és ugyanúgy a piac többi szereplőit sem. Ugyanakkor viszont ö, itt van a hír, hogy megtörtént ez a bizonyos beszakadás, és én nézzétek meg ezt a drasztikus gyertyát. Tuff, egészen le... 8000-ig nagyjából odáig szakadt le a bitcoin az ára pikpak, és természetesen ment is vissza. Ugye nagyon fontos és szerencse, hogy a, mivel Binance US-ről beszélünk, ezért uh, ott nincs tőkeáttétes kereskedés. Hát gondoljatok bele, hogy mi történt volna itt az emberekkel a tőkeáttétnél. Tehát ez valami őrület, és ugye itt uh, a Binance-nek a CEO-ja. Uh, ugye elmondta Sizi, hogy nagy volatilitásra lehet majd számolni a következő hónapokban. Tehát, hogy a bánák megjáthatják a különböző kártyáikat, tudták, hogy nem lesz elég likviditás, nem rendelkezik eléggel a Binance US, hiszen ez egy kisebb a nagy Binance-hez képest, és ott ezt nyugodtan meg tudják csinálni. Ugyanakkor pedig egy e-mail, amit megosztottak, legalábbis a tartalmát, azt mondja, hogy az egyik intézményi befektetőjüknek volt a kereskedői algoritmusában egy bug, ami ezt a fajta nagy mennyiségű eladást okozta, de állítólag ezt már helyreállították tehát most majd meglátjuk, de nyomoznak még az ügyben, tehát ugye nem teljesen egyértelmű, hogy mi okozta ezt az óriási esést. A tényt akarom csak mondani, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek. Tehát azok, akik ö, úgy gondolják, hogy most akkor fixen vagyunk, és csak megyünk akkor felfelé, akkor ezekkel a dolgokkal legyenek tisztában természetesen, hogyha az a stratégiát, hogy most tartom, és csak megyek felfelé, megyek felfelé egy ideig, aztán néha veszek ki akkor profitot, akkor jó, de hogy valaki meg úgy játszik, hogy, hogy kisebb századékokat megy föl, már rögtön profit, mert nagyon fontos neki, hogy azok a picik meg legyenek. Nos, akkor viszont, hogyha ennyire szépen megyünk föl, akkor azért vigyázni kell, hogy előbb-utóbb profit is legyen majd, hiszen azért csináljuk ezt az egészet. Na, szó szóval ez történt jelen pillanatban, nem jelen pillanatban, túl vagyunk rajta, tehát négy egyszer nézzük meg, gyönyörűen néz ki, karácsonykor nincs ekkora piros gyertya egyik fán se, ami itt teljesen lement, de látjátok, visszaállt minden, és megy tovább a kereskedés. Na jó. Következő hír az pedig arról szól, hogy a Walmart, ugye az a nagy üzletlánc hálózat, 200 bitcoin ATM-et, ugye installált, indított el, de 8000-et terveznek, tehát tervek azok vannak. A Walmart az a következő a sorban, aki úgy döntött, hogy bizony legyen egyre több bitcoin ATM, és bőven hozzá is járónak, hiszen 200 bitcoin ATM-et üzemeltettek be, és 8000 van összességében terve véve. Ugye ehhez partnerkapcsolata léptek a CoinCash CoinStar-ral, igazából, meg a kripto és cash váltóval a coin mivel és ugye 200 ilyen ATM-et sikerült installálni. Összességében azt mondják, hogy az ATM coin, ATM radar szerint, hogy jelenleg több mint 25 ezer bitcoin ATM van különböző boltokba és helyeken elhelyezve az Egyesült Államoknak a területén. Tehát igazából ezt a 8 ezeret hozzáadjuk, az már elég szép, és az csak a Walmartokban lesz akkor, ha minden az elhelyezve az Egyesült Államokban. Amiért ez fontos? Nyilván azért, hogy minél több helyen, minél több ö, módon lesz elérhető, úgymond a hétköznapi emberek számára is a bitcoin, annál jobban szem előtt lesz, és annál nagyobb esély lehet az, hogy, hogy akkor ők is beszállnak, ezzel pedig növelni lehet a piaci kapitalizációt, mert fölfelé jobban a bitcoin ár, egyre jobban mainstream lehet, és jobban elterjedhet. Azért legyünk az a tisztában, hogy az ATM az egyik legdrágább, a legdrágább forma, inkább így mondanám, hogyha bitcoin ügyletet szeretnél folytatni. Itt is 11 os díjról beszélünk, ami egy 4 os bitcoin opcióval és egy 7 os készpénzre váltási díjból tevődik össze. És hogyha szembeállítjuk mondjuk a Binance Coinbase-szel, ahol hogyha a kredit debitkártyával vásárolsz, akkor ilyen hát durván, 3 és 4,5 között van ugye ennek a díja. Viszont, hogyha pénzt küldesz be a bankodból, akkor az ö, ingyenes. Mármint a banknak ugye lehet a tranzakciós díja, de természetesen ide, hogy fogadja maga a Coinbase vagy a Binance, az viszont ö, ingyenes. És hogyha azt csinálod, mint a Revolutról küldöd be, és ott is mondjuk van kártyád van, például a prémium kártyád, akkor még a beutalás is természetesen ingyenes. De nyilván annak a kártyának ugye van ö, magasabb havi díja, akkor talán. Szóval így népszerűsíti a Walmart a kriptót. A következő hír pedig arról szól, hogy a másik érdekes dolog, amikor már más területek is elkezdenek érdeklődni a kriptó iránt, mégpedig itt a nyugdíj alapokról beszélek, nos, ez is elindult. Tehát a nyugdíj alap egy része, legalábbis a Houstoni tűzoltók részéről már kriptóban van. Összesen 25 millió dollár értékben fektettek vegyesen Ethereumba és Bitcoinba. És ami nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen állami ugye, nyugdíj alap, és hogy már nem arról van szó, hogy már csak tényleg a befektetők gondolkoznak ebben, hanem bizony azt nézik, hogy állami nyugdíjalapnak is van helye a kriptóban. Pontosabban a kriptoban a kriptóban, nyug... kriptónak van helye a nyugdíjalapban. És azért itt egy 4 milliárd dolláros nyugdíjalapról beszélünk, amiből ez 25 millió, tehát nyilván nem örültek meg, hogy akkor oké, okay, dobjuk be, és akkor mind a 4 milliárd legyen. Nem, 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 nem erről van szó. De az, hogy legalább egy szegmensét kriptósították, az mindenképpen arra utal, hogy a bizalom a kriptó felé egyre nagyobb, és nem ez az első nyugdíj alap, ugye, ami ezt meglépte. Tehát ez is egy újabb példa arra, hogy a kriptó egyre jobban kezd elterjedni, egyre jobban megszavazzák az emberek, az intézmények, a különböző államok, országok a bizalmat a kriptónak, élen a bitcoinnal, és természetesen ugye más kriptólutákkal, hiszen lásd, ethereum is tettek. Ez pedig ismételten hol vezet oda, hogy a kriptó egyre népszerűbb lesz, és egyre jobban itt van akkor már közöttünk. Na jó, ja igen, ezt még akartam mutatni Lark Davis-nél, hogy azért nagy szó ez, mert az Egyesült Államokban nyugdíj összesen 8,6 billió dollár van. Nem arról beszélünk, hogy most akkor ezt rátolni kriptóra, nem csak a százalékosan, ahogy a, a tűzoltóknál is ugye a, bizonyos 4 milliárdból 25 milliót tettek bele, itt mondjuk akkor egy idő után a 8,6 billióból egy kisebb századék, Megint jól mutat. És összesen az OECD országokat tekintve, hogyha érdekez a lista, akkor így néz ki, tehát ezek Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Magyarország, és még az Egyesült Államok, és tehát számos gazdag ország is, ugye fönt van ezen a listán, azoknak meg 34 billió dollár van összesen nyugdíj alapba. Tehát hogyha így gondolkozunk, hogy a nyugdíj alapoknak egy része a jövőben kriptóba vándorolhat, akkor egy újabb forrás, ahonnan pénz érkezhet a kriptóba. Na, ezt csak gondoltam, hogy érdekesség, megosztom. És akkor jöjjenek a kérdések és azokra a válaszok. Aki pedig kérdést szeretne feltenni, mindig az aktuális videó alá nyugodtan írjon, én pedig onnan szemezgetek, válaszolgatok azokra, és akkor így mindannyian tudunk belőle tanulni, hiszen nem csak te, akinek megválaszoltam, hanem más is, hogyha hozom a következő videóba. Itt az első. Azt mondja, furja ez a kiakadás, abszolút igazad van, de azért nagyon nagy hit kellett ahhoz, hogy a tavalyi Covid válságban egy ilyen árfolyamokat prognosztizáljon az ember, ami végül Black Swan esemény lett a pénznyomtatás miatt. Annélkül benne lett volna a pakliban, hogy a bika piac évekig nem e, állnak fel, és akkor még az evergrande ön megint jönnek rossz hírek, szóval csak okosan most, ez ugye arra reakció, hogy ugye mondtam azt, hogy visszatért ismételten a bitcoin ár, mint összes alkalommal tette, miután bezúlt 2009 föl, le, föl lett, hogy mini, mini, mini mindig, mindig új csúcsokat. És hogyha az ember elhiszi egy idő után, hogy ez egy működőképes dolog, akkor nem kell úgymond annyira pánikolni különböző eséseknél, amennyiben jó kriptóban van a pénzed, nem a sitkoinokról beszélek itt természetesen. És itt ugye azt is írtam, hogy ugye eddig is, gondoljatok be a tőzsdén is, bármekkora válság jött, mindegy, hogy itt az 1920-as évek vége, 30-as évek elejét nézzük, vagy 2008-at, fölállt-e utána a tőzsde? Mindig fölállt. Utána ami történt? Mindig újabb csúcsokat ért el. Bitcoin esetében volt 13-ban egy beszakadás, felállt, újra elindult. 17-ben újra beszakadt, újra elindult. Akkor volt ugye most is akárcsak ezt a korrekciót a Bika piacban nézünk májusban. Van azóta újabb csúcs? Van újabb csúcs. Tehát ezt mutatja a történelem, hogy a tőzsde és a, és kriptovilág is nagyon-nagyon hasonló, csak a kriptovilág még egy sokkal fiatalabb, hiszen 12 éve létezik, a tőzsde meg már nagyon-nagyon régóta, de mi történik a tőzsdéken? Hasonló szisztema szerint működik a kriptó, és amennyiben a kriptóval önmagában nincsen baj, tehát nem arról volt szó itt a pandémia esetén, hogy a bitcoinnal történt valami, hanem a világ befektetési hangulata ugye fordult, tehát negatívba, ugye ez a Black Swan esemény, bezuant a tőzsde, bezuhant a bitcoin. Fölállt ebből a tőzsde, fölállt ebből a bitcoin. Tehát, hogyha így gondolkozunk, akkor igazából ö, nem kell az a nagy hit, ö, szerintem. De hogy nehéz idő az a befektetők számára. És természetesen tudom, hogy mi a, ö, mindig az van, ha a tőzsde esik, vagy az arany esik, jó beszállási pont. a kriptó esik, ugye megmondtam, hogy be fog bukni. Itt a vége. Tehát nyilván nagyon nehéz ebben a közhangulatban öm, az embernek kitartani, de csak arra mondtam, hogy nem kiakadás volt ez a részemről, hanem igazából azt kell dönteni, hogy hiszünk benne, vagy nem hiszünk. Ha nem hiszünk benne, nem érem is itt lenni, mert minden esésnél itt fogsz remegni, hogy Aj, akkor csődbe fog menni az egész, jaj, jaj, elvesztek mindent. És baromi rossz azt tenni szerintem stresszesen. Ha hiszel benne, akkor úgy fogod föl, hogy jó, hogyha esett egy nagyot, akkor ismételten jó pozíciókat tudsz nyerni, és akkor majd szépen, mint eddig is visszajött. Jó, tehát nem, nyilván nem kiakarás volt, meg nem arról beszéltem, csak erre akartam rávilágítani, hogy ismételten minden alkalommal eddig bebizonyította a bitcoin, hogy visszajön valamikor évek kérdése, valamikor hónapok kérdése, de a végeredmény az, hogy eddig mindig újabb csúcs lett. Aztán, szia Attila, héten nem nagyon volt sajnos időm nézni a videókat, szóval, ha mostanában mutattad, akkor szorjak érésért, vagy kérdésért, ha esetleg a Nupul chartot tudnád mutatni, hogy hogyan is néz ki most. Persze, nagyon szívesen megmutatom. Csak hova tettem? Itt van Nupul barátunk, ugye Nupul, ami a nem más, mint a Net Unrealized Profit Loss, és hogyha itt átmennénk, itt a kis vonal, akkor már kékbe lennénk. És ha kékbe leszünk, ugye akkor van euforikus állapot, akkor van kicsit veszély, hogy ú, akkor most már lassan esünk. Na, Ettől még még akkor messze vagyunk. De akit ilyen uh, dolgok érdekelnek, tehát hogy uh, tényleg blokkláncadatok elemzése, mindazok tudjátok jól, hogy minden héten csinálok egy részletes videót erről a patreon -ban. Tehát az ott, ott van, tehát akit az érdekel, van lehetőség, de természetesen volt kérés, nagyon szívesen eleget teszek neki, és akkor itt is megmutatom akkor nektek. Jó? Tehát így néz ki most a nopul. Most ez szerint abszolút rendben vagyunk. Oké. Okay. A Futures ETF kapitalizációja benne van a teljes market cap-ben. Köszönöm szépen. A futures -e nincsen, mert amit igazán várunk, majd a spot ETF, hogyha az megtörténik, az már tényleg, mert ott a tényleges Bitcoin vásárlás van mögötte. Ez csak úgymond nyomtatott papír, e mögött nincsen, tehát ez nincsen benne a, market, a piaci kapitalizációban. Azt mondja, egyet nem értek, nem egyet nem értek, egyszer azt mondom. ja igen, egyet nem, ja, egyet nem értek, na csak kivalósom, <laughs> egyszer azt mondod, hogy az is probléma, hogy veszel, kikriptod utána meg azt, hogy baj, ha oda-vissza e, ugrálsz, most akkor mi van? Szóval, bocs, hogyha nem voltam teljesen egyértelmű, itt teljesen belekavarodunk a különböző stratégiákba. Szóval, amire én a tegnap videóban, a tegnap videóban gondoltam, az az, hogy lehet látni, hogy most beindult a bitcoinnak a növekedése, mármint a bitcoin dominanciának, még pár nap először ugye ezt láttuk, és akkor az emberek bepánikolnak, és rögtön átmennek, mondjuk volt neked Ethereumot, Solánát, és akkor gyorsan akkor dobáljuk át, akkor Bitcoinben az fog menni. Aztán most azt látjuk, hogy várjunk, várjunk, most a Bitcoin 65-ön volt, most 63-on, viszont akkor a Solana meg ment, mint az őrült, az Ethereum is ment egy ideig, akkor ahogy gyerünk gyorsan vissza-vissza az egészbe. És ezzel, hogy ide-oda ugrál az ember, ezzel igazából stresszt okoz magának, és egy csomót elégeti a portfólióját, mert mindig pont le fog maradni arról a lépésről, már akkor lép vissza, amikor már látja, hogy jó, nem, inkább ott kéne lenni. Ezért szerintem fontos, hogy jól legyen diversifikálva feloszta a portfóliód, mindig vegyél részt azokban a dolgokban. De nagyon fontos, hogy nem arról beszéltem, hogy profitot ne vegyél ki, csak ezt az ide-oda pakolást, hogyha mondjuk vettél bármilyen kriptót. Szépen felment, és azt mondod, hogy az én stratégiám szerint ez az a szint, amit hogy ezt eléri, akkor profitot veszek ki, akkor legyél következetes, lépd meg, vegyél ki profitot, várd a következő jó vásárlási pontot, amíg ezt szeretnéd, és akkor meg tudod tenni újra a tétjeidet, jó ponton tudsz akkor ismételten beszállni, vagy hogyha már olyan profitot akarták kivenni, hogy na jó, akkor ez már nekem kell, mondjuk fiat pénzben valamit venni akarok, akkor meg azt lép meg, jó? Tehát ne keverjük össze a kettőt, ha nem voltam egyértelmű, erre vonatkozott az a dolog. Tehát az ugrálást azt nem úgy értettem, hogy stablecoin és, és, és akkor vissza, azt ne csináljuk. Én azt mondtam, hogy én különböző szolánából, bitcoinból, bitcoinból, szolánából, és, és akkor, ú, akkor erről maradok le, arról maradok, és mindig pont le fogsz maradni, azért fogsz átlépni, hogy, mégis mégiscsak azt kéne csinálni. Legyen ebben is, legyen abban is, nagy kriptóban, kicsiben, bitcoinban, akár Ethereumban, és akkor igazából mindig nyerőben vagy. Ha meg az egész piac eszik, esik, akkor hát akkor úgyis az egész esik. Mindegy, hogy melyikben voltál. Oké, okay, ennyit akkor szerintem már. Ha tetszik a tartalom, jöhet a like, és emellett pedig természetesen javaslom, hogy te is csatlakozz bátran, ez a tök jó közösség. Azt itt van a Blockchain Bloom Hungary. Minden hétköznap hozom neked a legfrissebb kriptovaluta és blokklánc híreket, hogy tényleg naprakész kész legyél. Ez jelenleg Magyarország legnagyobb, tehát nem Magyarország, de magyar nyelvű legnagyobb Kriptov csatorna. Azért, mert ilyet mondani, hogy Magyarország, hiszen nagyon sok külföldi néző van, aki külföldön él, de magyarul beszél, és ezért nem csak Magyarország, hiszen itt vagyunk az interneten, és így e, tudom, hogy nagyon-nagyon sok országból hallgatják a csatornát, aminek én baromira örülök. Ha te is akkor akarsz csatlakozni, feliratkozom, csengetjük összes, és akkor mindenkinek szép hétvégét. Hétfőn találkozunk. Sziasztok! Thank <sharp inhale> you.